Sziasztok! A mai napra legyen a jelszó Roland. Na nem csak azért, mert úgy hívnak engem is, hanem azért, mert ez a gyönyörű dobszett itt áll körülöttem. Ennek a szettnek a mozgató rugója, motorja, agya itt mellettem, ez a nagyon hiper-szuper TD30-as dobmodul. Na de majd mindjárt mondok róla bővebben is pár szót. Aki jártas az elektromos dobok területén, illetve már használt ilyet, vagy ilyenen játszik neten, az tudhatja, hogy a mai piacon a Roland cég által forgalmazott elektromos dobok a legjobbak a világon. Mitől is különleges ez a dobmodul? Hát nézzük meg! A hátulján. Műszaki paraméterek szerint 16 trigger bemenet található rajta, ami duál funkcióban működik. Egy rövid kis matekkal, hogyha számolunk, akkor az 32 ütőfelületet jelent, vagy adott esetben 32 megszólaltatható hangot. Tovább böngészszük modulunk hátulját, 8 különálló kimenettel és egy sztereó kimenet párral is találkozhatunk. A mai kornak megfelelően a digitális keverőpultokhoz hasonlóan az összes kimenetünket személyre tudjuk szabni. Magyarul meg tudjuk tenni azt, hogy a nagy dobot, a pergőt, a tamokat, a cintányérokat külön-külön kimenetekre tudjuk küldeni, majd azt a keverőpultba bekötve sávonként tudjuk szabályozni. A normál MIDI 5-pólusú csatlakozók mellett találhatunk rajta USB foglalatot, illetve USB hajzatot is. Számítógéphez tudjuk csatlakoztatni a modulunkat, mely bármelyik audio, illetve MIDI szoftverrel tud kommunikálni, így MIDI jelet és audio jelet is tudunk továbbítani. A többi csatlakozót, hogyha megnézzük a modulunk hátulján, láthatjuk, hogy az analóg kimenetek mellett találhatunk rajta digitális audio kimenetet is. Az első részbe ennyi fért bele, a folytatásra, aki kíváncsi, legyen türelemmel.